Szevasztok, Norbi vagyok a Play Store-ból, és egy olyan mechanikus billentyűzetet hoztam ma nektek, aminek az ára nagyon kedvező, és olyan dolgokat is tud, amit esetleg más billentyűzetek nem. Nézzük! Ez a billentyűzet az SPC Gear GK630-asa. Kail mechanikus kapcsolókkal van ellátva, nálam a piros switches járt, ez gamerek számára kifejezetten ajánlott, mert halk, tehát nem klikki, nem kattan. Azt írták a weboldalon, hogy hát este is kiválóan működik, nyilván, mert hogy halk, amúgy se hallod, mert headset van rajtad, és ha valaki még van rajtad kívül a szobában, az viszont hallja, tehát a halktól azért ez elég messze van. 50 millió kattintást bír egyetlen egy switch, és különlegessége még ennek a billentyűzetnek, így az elején elmondom, hogy van egy olyan funkció, amit én nem nagyon láttam, hogy át lehet alakítani balkezesre, én balkezes vagyok, és a VASD-t mindenféle bohóckodás nélkül nem kell állítgatnod, hanem egy gomb kombináció következtében szépen átrakja neked az irány billentyűkre, tehát gyakorlatilag tudsz balkézzel nyomulni. Tehát na, még ilyet, érted? Mert én bal kézzel egerezek, jobb kézzel használom a billentyűzetet, és akkor ez nekem így bum, átállítja. Zseniális funkció, balkezesek számára egy plusz orbitális nagy pont. A billentyűzet felépítése alumíniumból van, alumínium a háza, jó minőségű anyagokból van, nézd meg az árát, és meg is fogsz lepődni. Ebbe az árba belefért ugye maga a fém billentyűzet ház, a mechanikus kapcsolók, a kapcsolónkénti RGB világítás, tehát LED van mindegyik billentyű alatt. Belefért egy 180 cm-es szövetborítású USB Type-C kábel, aranyozott USB véggel, és belefért tömérdek funkció, és kapunk hozzá szoftvert is, az SPC oldaláról le lehet tölteni, amivel aztán lehet makrózni, meg világítatni össze-vissza a billentyűzetet, ami mellesleg, megmondom nektek őszintén, nekem nagyon-nagyon bejön, hiszen amúgy is szeretem az ilyen tenkiles billentyűzeteket, amik hát ilyen aranyosak, és ilyen kevés helyet foglalnak el. Engem a csuklótámasz az nem is érdekel, ez így jó, ahogy van. Nekem a billentyűzet magassága az teljesen megfelelő volt. Ha valakinek egyébként nem lenne megfelelő, annak figyelj, mert ilyet még nem nagyon láttál, vannak kihajtható lábak, aminek gumírozott a vége, de ha úgy éreznéd, mert itt jön a varázslat, úgy éreznéd, nagyon apróság, de figyelmesség, hogy ez neked meg túl magas, akkor fogod és kihajtod ezt a pici lábat itt, ami kismértékben emeli meg a billentyűzetet. És ez is gumírozott, az a pici. Ha megfordítjuk a billentyűzetet, akkor látszik, hogy itt a designer az elszabadulhatott, teletette háromszögekkel a billentyűzet hátulját, illetve ugye az SPC-nek a logója is megtalálható itt a billentyűzeten, valamint ugye ide van írva, hogy vajon milyen billentyűzetet is fogsz, ha még nem tudnád, illetve itt van a keycap leszedő, itt van a billentyűzet kiszedője. Ezt megpróbáltam kiszaggatni, de aztán rájöttem, hogy van ott egy nyíl, ami mutatja, hogy ha nyomjad, aztán kijön, úgyhogy ki is jön, le tudod szedni, meg tudod nézni, hogy jé, a H betű alatt ugyan mi van? Hát egy piros switch, és belevilágít a LED. És itt látszik, hogy mindegyik billentyű alatt van külön LED. A világításáról csak annyit, hogy szenzációs, tehát szép, igényesen világít. Nyilván, aki nem szereti, ki tudja kapcsolni, de ki kapcsolna ki egy normálisan világító billentyűzetet, amelyik nem tolakszik a képedbe, nem villódzik, tudsz villódzósat, meg vannak mindenféle effektek. Nekem ez az egyszerű lélegző, vagy ilyen körbefutós effekt az nekem teljesen jó, és egyébként a billentyűzetről is tudod ám állítgatni a világítást, ami egyébként félelmetes, hogy még ilyen dolgokat is tudsz. Tehát, hogyha nem töltöd le a szoftvert, még akkor is egy csomó mindent be tudsz állítgatni a billentyűzetről, köszönhetően annak, hogy van egy tök jó értelmező kézi szótár hozzárakva, a billentyűzethez egy tök jó felhasználói kézi könyv, egy használati útmutató. Mit kell még tudni erről a billentyűzetről? Magyar a gombkiosztása. Tehát van hosszú i, megfelelő helyen van, totálisan magyar gombkiosztása, hogyha esetleg dolgoznál, akkor
akkor még arra is tudod használni. A billentyűzet maga 1105 g, tehát több mint egy kiló, de hogyha így megemeled, akkor érzed is, hogy nem spórolta ki belőle semmit. Minőségi anyagokból van, minőségi maga megjelenése is, nincsen túltolva, egy SPC gír feliratot találunk az elején, oldalt pedig egy ilyen műanyag berakás SPC gír, tök igényes és tök jól néz ki ez a billentyűzet. Így a végére annyit szeretnék mondani, hogy ha most tervezel mechanikus billentyűzetet venni, vagy lecserélnéd az eddigi billentyűzetedet, és egy nem túl drága, mondjuk 20.000 forint alatti billentyűzetet keresel, akkor az SPC Gear GK630-at tudom ajánlani. Én azonnal beszerzek egy ilyen billentyűzetet, mert ez a Tenki lesz kialakítás, ez a minimalista design, tényleg nagyon jó, nincsen semmilyen csicsa. Nagyon tetszik, szeretem, hogyha az asztalon nem foglal el nagy helyet a billentyűzet, és ha szeretnéd megvásárolni, megteheted nyilván a leírásban található linken keresztül. Viszont, ha Facebookon követsz bennünket, lehetőséged lesz meg is nyerni ezt a billentyűzetet, hogyha megteszed valamelyik Facebook posztban azt, amit kérnek tőled. Ha tetszett a videó, durrancs egy lájkot, legközelebb találkozunk. Szevasztok!